Aki a kontinensen belül marad a nyaralás idején, annak érdemes kiváltania az uniós egészségbiztosítási kártyát, ami a sürgősségi ellátásokat finanszírozza. Érdemes figyelni a kártya érvényességi idejét, mert három évig lehet csak használni sürgősségi ellátásra szorul az illető. Ilyen sürgősségi beavatkozásoknál ez az EU kártya, ez nagyon nagy segítséget jelent. Mert hogyha ez megvan, akkor azonnal ellátják az illetőt, mert hogy ez egész Európában egységesen néz ki egyébként, és be is tudják rögtön a rendszerükbe azonosítani, hogy az illetőnek igenis Magyarországon a magyar TB felé megvan a fizetése. Az uniós kártya azonban nem elég ahhoz, hogy teljes biztonságban érezzük magunkat az utazások alatt. Kórházi tartózkodást vagy műtéteket ugyanis nem finanszíroznak vele sok helyütt, így az utazási biztosítás elengedhetetlen. Ezek azok a biztosítások, amelyek akkor lépnek életbe, ha ilyen komoly horderejű ö, problémánk történik, az az, hogyha műtétre kerül a sor, vagy valami kórházi ellátásra, ne adj Isten, a helyzet miatt aztán a későbbi, később tudunk hazajönni, mint terveztük, más járművel, mint terveztük, vagy esetleg mentőautónak kell hazahozni a orvosi felügyelet, ezek, ezek, több milliós költségek. Alig emelkedtek egyébként az utasbiztosítások díjai. A netrisk.hu biztosítás közvetítő portál adatai szerint a nyár első felében értékesített utasbiztosítások biztosítások napi átlagdíja 622 forint volt, ami a járvány megelőző három évvel korábbi 607 forintos szintet is mindössze néhány százalékkal haladja meg.